Ezért a pillanatért dolgozott a Dombovári 2004 Egyesület vezetője Futó Péter és a város polgármestere Pintér Szilárd. A történet még tavaly nyáron kezdődött, amikor egy másik szervezet, a Krédó Alapítvány gyűjtést indított egy harang megszerzésére, melynek eredményeként Lengyelországból sikerült megszerezni az imént megkondult harangot. Akkor még csak a templomot díszítette, és nem tudott megfelelni eredeti funkciójának. Ekkor lépett a képbe Futó Péter kezdeményezése. A harang megvalósulhatott a hívők adományából, illetve az önkormányzat támogatásával, de itt volt a templomba, és nem tudott megszólalni. Ezért gondoltam, hogy építsünk egy haranglábat. A harangot a Krédó Alapítvány Lengyelországból egy ottani öntőmester elé öntette meg. A harang az ebbe a templomba készült, hát nyilván ez volt az oka, hogy itt legyen felállítva. A templomon belül, vagy a templom területén több lehetséges helye volt, de úgy gondoltuk, hogy itt lesz a fronton, az épület előtti fronton lesz a legjobb hely ennek az építménynek. A harangláb tervezője Csernyós Lőrinc ibüldíjas építész volt, aki a Makovec Alapítvány egyik munkatársa és feladatának érzi a stílus továbbörökítését. Azt mondja, történelmi hagyománya van Magyarországon a haranglábaknak. Csak a Kárpát-medencét nézem, akkor a harangláb az ugye különálló torony igazából, ami a templom mellett áll, vagy a temetőkben szoktak még önállóan, bár azokat inkább lélekharangnak hívják. Ez a hagyomány csak annyi jelent, hogy jó, ha van egy kalapja, sisakja a harangnak, és nem ázik meg, és hogy ennek hány lába van épített, falazott, ragasztott tartó, vagy bármi más anyagból készül, arra nincs semmiféle előírás. De hát, ha megnézzük a történetben, azért a fazsindellyel fedett klasszikus haranglábak azok, amik nagyon elterjedtek. Amikor először ide kijöttünk a helyszínre, akkor még abban a templomkertbe gondoltuk, és én egy nagyobbat rajzoltam, meg nagyobb alapterületet és magasabbat. A harang egyébként már tulajdonképpen megvolt, az Lengyelországban készült, és onnan szállították ide, tehát a méretét már tudtam a tervezéskor, de annak az első tervnek a bekért árak alapján a költsége túlhaladta azt, amit itt rá lehetett fordítani, és akkor jelezték, hogy mennyi pénzből kéne egy egyszerűbbet csinálni, és akkor ez született, amit mögöttem van. Az én előképem az a dubai pavilonom, amit most a világkiállításra terveztem, mert ott gondoltam azt, hogy egy olyan szerelhető dolognak kéne lenni, amit nagyon szépen, egyszerűen össze lehet rakni, és teljesen véletlenszerűen ugyanaz az ember állította ezt itt föl, aki annak idején próbaképpen Gyomaendrődön összerakta a dubai pavilonnak a szerkezetét. Az említett mester Balogh Károly, aki a dombovári harangláb szerkezeti elemeit is legyártotta. Futó Péter azt mondja, az embereknek van egy kötődése a haranghoz és a haranglábakhoz. Hát szerintem hazánkban, illetve Európában elég nagy hagyománya van a harangozásnak. Ugye harangozunk délben, a hősök emlékére harangozunk. Gyermekek születésekor halottaink áldozatai, halottaink lelki üdvéért, illetve ünnepnapokon is. Szerintem igen, van hagyománya a harangozásnak. Egyrészt rendszeresen szólnak a harangok a mai napig is, főleg vidéki falvakban, tehát az idő múlását is jelzik, tehát van, ahol többször harangoznak egy nap, tehát nem csak délben, hanem reggel, délben, este, természetesen lehet tudni, hogyha valakit az utolsó útjára kísérnek, akkor is szól harang, tehát az emberek életéhez hozzátartozik. Én még tudok olyan helyekről, ahol még mindig kötéllel húzzák harangot, és nem elektronika vezérlő.